Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelik ezt a mai konferenciát, amelynek a címe Szabad Egyház a Szabad Államban, és amelyre azt gondolom, hogy nagyon szerencsés pillanatban kerül sor, éppen valamilyen értelemben szélárnyékba került az egyházak alkotmányos szabályozásának az ügye, ami nem jelenti azt, hogy ez a szabályozás bármilyen értelemben megoldott. Ennek a konferenciának az Eötvös Károly Intézet elképzelése szerint az alapvető üzenete, de majd meglátjuk délutánra, de a mi intenciónk szerint a konferenciának az alapvető üzenete annak a deklarálása és az amelletti érvelés, hogy ez a jogi szabályozás, amely az alkotmányosság próbáját a Magyar Alkotmánybíróságon sem állta ki, mégpedig több határozat megállapítása szerint sem, a közjogi érvénytelenségtől a tartalmi alkotmányosságon keresztül az Alkotmánybíróság a FER eljárás alapján is alkotmányos kifogásokat talált a jelenleg hatályos egyházi törvényen. Továbbá nem állta ki a Velencei Bizottság próbáját sem, amint hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság immár két döntésében erősítette meg, hogy ez a szabályozás az európai emberi jogi követelményeknek sem felel meg, sem a vallásszabadság tekintetében, sem pedig az egyesülési jog vonatkozásában. Mindenek előtt szeretném indokolni a konferencia címválasztását, és szeretnék pár szót szólni, bár tulajdonképpen eddig néhány mondatból azt hiszem, hogy kiderült, hogy extrán nem kell talán indokolnom azt, hogy miért választottuk az Eötvös Károly Intézet a mai konferenciának a témáját, bár azt szeretném megköszönni és megemlíteni, hogy nagyon kedves és kiváló kollégák és barátok jöttek ezzel a javaslattal, és győztek meg minket arról, amiről nem volt nagyon nehéz meggyőzni, egy olyan intézet, amelyik az alkotmányosság követelményét és kultúráját és értékeit képviseli, egy ilyen intézetnek foglalkoznia kell a vallásszabadság magyarországi helyzetével. Ugye az Eötvös Károly Intézet küldetés nyilatkozatában három intellektuális forrást jelöl meg, amelynek a üzeneteit és örökség üzeneteit továbbítani és örökségét képviselni kívánja. Ezek közül az első a 19. századi magyar szabadelvű liberalizmus, a második a 20. századi progresszió, a nem szélső baloldali progresszió, és a harmadik az alkotmányosság nemzetközi eszméi. Tehát nem véletlenül nyúltunk a 19. századi liberalizmus egyik vezérlő mondatához. Deák Ferenc és Eötvös József, ezúttal nem Károly, Eötvös József egyházpolitikájának és alkotmányos elképzeléseinek a rövid összefoglalójához, ahhoz, hogy szabad egyház a szabad államban, és ennek kapcsán szeretném azt a személyes meggyőződésemet itt most jelezni, hogy amennyiben helyre akarjuk állítani a lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság, az állam és az egyház kívánatos alkotmányos kapcsolatának a elveit, és ezeket szabályokba akarjuk önteni, akkor nyugodtan kiadhatjuk azt a jelszót is, hogy vissza Deákhoz. Deák ebben a tekintetben irányt mutat, azt gondolom, a mai nemzedéknek is. A nagy
parlamenti beszédeinek talán a legfontosabb csoportjába tartoznak azok, amelyekkel az egyház és az állam viszonyában foglalkozott, így az 1840-es, az 1868-as és a Deák életrajzok megállapításai szerint az utolsó nagy politikai beszéde az 1873-as parlamenti beszéde, amelyben egyházpolitikai és alkotmányos céljait összefoglalta, és olyan korszerű gondolatokat tartalmaz, amelyeket a mai nemzedéknek is figyelmébe ajánlhatunk. Ugye Deák azon túl, hogy maga nem a szertartásos értelemben hívő katolikusnak tartotta saját magát, és tartották az őt jól ismerők is. A kultuszhoz való viszonya az már bizonytalanabb volt, de és az egyházakat az európai kultúra és moralitás alapvető intézményei közé sorolta, ugyanakkor a szabad egyház a szabad államban politikai programmal az állam és az egyház mind teljesebb szétválasztásának az igényét fogalmazta meg. Az ő szóhasználatában az egyház és az állami, az állam közötti szövedéknek a felbontását tartotta politikai céljának. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ugyancsak irányadó a nagy alkotmányos, az ő korában és azt hiszem a mai korban is jelentős alkotmányos kérdésnek a megoldási javaslatai. Ugye az egyik ilyen volt az egyházaknak a főrendi házi tagságának a kérdése, és Deák ugye azt az elvet képviselve, hogy a felekezeti egyenjogúságot biztosítani kell, nagyon határozottan érvelt amellett, hogy a protestáns felekezeteknek, illetőleg a zsidó felekezeteknek a hiánya a főrendi házban alkotmányos hiba, az egyházak egyenjogúságának a sérelme, azonban azt gondolom, hogy nagyon messzire látó megoldást javasolt akkor, amikor azt mondta, hogy ennek a hibának az orvoslása nem az, hogy a katolikus és az ortodox egyház vezetői mellé vegyük be a protestáns felekezetek vezetőit és a zsidó felekezetek vezetőit a főrendi házba, hanem az alkotmányos cél az, hogy ennek a szövedéknek, az egyház és az állam összekapcsolásának a korszakát zárjuk le, és az egyházaknak a közjogi képviseletének ezt a formáját, az állam és az egyház ilyen összekapcsolását szüntessük meg, hozzátéve, hogy ezt ő egy evolúciós folyamatban képzelt el, vagyis nem azonnali döntést. Azt gondolom, hogy ugyanilyen alapvető a polgári házassággal kapcsolatos álláspontja, amikor is nem fényes logikával bizonyította be, hogy nem járható út az, hogy az egyházi házasság állami elismerése legyen a polgári házasság jogi intézménye, hanem az állam előtt kössék meg a felek a házasságukat, és utána menjenek el a saját papjukhoz, és vagy most már mondhatom, hogy papnőjükhöz, és ezt erősítsék meg a hitük szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a mai napig rendkívül korszerű gondolatok, és a konferenciát ezek szerint én most a 19. századi magyar liberalizmus dicséretével szeretném megnyitni, és ugyanakkor szeretném felkérni, de még egy pillanat türelmét kérem Pacolai Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét, hogy a konferencia nyitó előadását tartsa meg. Néhány technikai dolgot még ezelőtt szeretnék jelezni. Az egyik az, hogy erről a konferenciáról folyamatos internetes közvetítés készül, tehát ezt ugye, ha úgy tetszik, privacy figyelmeztetésként is mondom. Az elhangzottakat rögzítjük,
szeretnénk közzétenni, és nagyon jó lenne erről kötetet is kiadni, ez pénzhiány miatt ebben a pillanatban nem feltétlenül sikerül, de egy vezető társadalmi folyóiratban legalább az előadások egy részét a budapesti könyvszemlében szeretném megjelentetni. További megjegyzésem még, hogy a háttérben látható Erdélyi László úr, aki ennek a konferenciának a két megelőző eseménye közül az elsőről készített könyvet árul, és ezeket nála meg lehet vásárolni. Ajánlom a figyelmükbe, én ismerem, nagyon figyelemre méltó kiadvány. A másik pedig az, hogy a konferenciát úgy építettük föl, hogy a délelőtti panelben a teoretikusabb, átfogóbb történeti megközelítésekről kapunk előadásokat, a délutáni pedig a legalábbis az előadások címe alapján a problémák konkrétsága felé haladna, és azt remélem, hogy délután 4 órára a mostanihoz képest okosabbak leszünk. Én a magam részéről hát bízom benne, hogy én biztosan okosabb leszek, mert nagyon kiváló előadók fogadták el a felkérésünket, és ez azt hiszem, hogy garancia, hogy okosodjunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szeretném átadni a szót Pacolai Péter elnök úrnak.